Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenki, amen. Élőknek s holtaknak, Ura kegyes Atyám, a megholt hívekért, kérünk figyelj reám, adj neki irgalmat, örök nyugodalmat, kínjaikat enyhítse, Krisztusként szenvedése. Örök boldogságnak, te alkottad őket, ne hagyd elkávozni a benned hívőket. Adj nekik irgalmat, s örök nyugodalmat, kínjaikat enyhítse, Krisztusként szenvedése. Őket is megváltál a kereszt oltárán, vérével szent fia, az ártatlan bárán. Adj neki irgalmat, s örök nyugodalmat, kínjaikat enyhítse, Krisztusként szenvedése. Adj szent föltámadást minden megholtaknak, hogy ők szentjeiddel s velünk imádjanak. Adj nekik irgalmat, s örök nyugodalmat, kínjaikat enyhítse, Krisztusként szenvedése. Könyörögjünk, élet és halál Ura, Teremtő Istenünk, Te halállal büntetted az első ember vétkét, amely súlyos örökségként mindannyiunkra átszállt. Kérünk végtelen jóságoddal hallgass meg könyörgésünket, hogy elhunyt testvéreink, akik részesei lettek a halálnak, Szent fiat kereszt halálának érdemeiért, legyenek részesei feltámadásának is, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Hallgassuk Jób könyvének szavait. Jób az Isten félő férfiú barátai vádaskodására ezeket mondta. Bárcsak felírnák szavaimat, bárcsak leírnák könyvbe, bárcsak vas íróvesszővel ólomtáblára, vagy vésővel sziklába vésnék azokat. Tudom, hogy megváltóm él, és a végső napon feltámadok a földből. Testemet ismét bőr veszi körül, s így látom meg Istenemet. Én magam látom majd őt saját szememmel. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Reménykedve nézek az Úrra, igéjében bízva bízom. Reménykedve nézek az Úrra, igéjében bízva bízom. A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, Istenem, figyelj a szómra. Fordulj felém, és hallgass figyelmesen, könyörgésem hangos szavára. Reménykedve nézek az Úrra, igében bízva bízom. A bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat? De nálad mindig kész az irgalom, azért magasztalunk téged.
reménykedve nézek az Úrra, igényében bízva bízom. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad föl. De viszont Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja Istennek, az Atyának az uralmat. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, mert amint a Szentírás mondja, hatalma alá vetett mindent. De amikor arról van szó, hogy minden a hatalma alá van vetve, természetesen kivétel az, aki minden fölött hatalmat adott neki. Amikor pedig majd minden alá lesz vetve neki, maga is, a fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja, 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 alleluja. Krisztus legyőzte a halál, s az evangélium által felragyogott számunkra a halhatatlan élet. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Jézus egy alkalommal így tanította, mint az Atya halottakat támaszt föl, s kelt életre, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az Atya nem ítél meg senkit sem, hanem az ítéletet, egészen a fiúra bízta, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogy az Atyát tiszteli. Aki a fiút nem tiszteli, az nem tiszteli az Atyát sem, aki a fiút küldte. Mondom nektek, aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életre. Mondom nektek, eljön az óra, sőt már itt is van, amikor a holtak meghallják az Isten fiának szavát, meghallják és életre támadnak, amint ugyanis az Atyának élete van önmagában, a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. A fiúnak hatalmadott adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok hát, eljön az óra, amikor a holtak meghallják az Isten fiának szavát, és előjönnek sírjukból, akik rosszat tettek, feltámadnak a kárhozatra, akik jót tettek, feltámadnak az életre. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Testvéreim, Krisztus titokzatos testében, az egyházban mindnyájan felelősek vagyunk egymásért. Halottak estéjén könyörögjünk mennyei atyánkhoz, szenvedő egyház tagjaiért. Könyörülj, Urunk, el, mint lelki pásztorainkon, add, hogy aki a papi rendben szolgáltak, részesüljenek a mennyei Isten dicséret örömében, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg, Urunk. Könyörülj, Urunk, el, mint szüleinken, add, hogy akik nekünk a föld életet adták kegyelmedből,
az örök élet boldogságában részesüljenek. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörülj, Urunk, elhunyt testvéreinken, rokonainkon, barátainkon, jótevőinken. Add, hogy akikhez itt a földön szeretet hűzött bennünket, a más világon élvezhessék a te örök szeretetedet. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörülj, Urunk, a háborúk áldozatain. Add, hogy akik annyit szenvedtek és életüket áldozták, megbocsájtó irgalmadból nyugodjanak örök békében. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Most könyörülj azokon, akikről külön senki sem emlékezik meg. Vezesd őket szent angyalaid által az égi hazába. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörülj, Urunk, a feltámadás reményében elhunyt minden testvérünkön. Engedd őket jóságosan szent színed látására. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Végül könyörülj, Urunk, mi rajtunk is, add, hogy az utolsó ítélet napján az áldottak sorában lehessünk. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, tőled tudjuk, hogy a mennyei Atya minden ítéletet átadott neked. Kérünk, könyörülj a te szent véred árán megváltott testvéreinken, hogy a tisztulás helyéről mi hamarabb országod dicsőségébe jussanak, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Engem, Uram, az örök haláltól, a rettenetes napon minden bajtól. Mérőn az ég és föld meg fognak indulni, eljössz a világot lángokban ítélni. Örök nyugodalma adj, ó Uram, neki, örök világosság fényeskedjék neki, hogy szent trónod körül ő udvarolhasson, s téged boldogítót örökké áltasson. Krisztus világossága, fényeskedjék nekik mindörökké. Valljuk meg közösen a szent hitet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk elünjtjainkért, ahogy a mi Urunk tanított. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Teremtő Istenünk, élők és holtak Ura, te a magad képmására teremtetted az embert, és örök szeretetedben gyermekeddé fogadtad.
a kísértésben elbukott ember szent fiat kereszt halálával fölemelted, s így Krisztus feltámadása óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás. Annak a hitnek bizonyságául gyújtjuk meg majd a gyertyákat, hogy mi, akik a keresztség által eltemetkeztünk fiat halálába, egykor majd feltámadásában is részesedjünk. Bizalommal könyörgünk hozzád azokért, akik már megjárták az élet útját, és átlépték a halál kapuját. Nagy irgalmasságod szerint szabadíts ki őket a tisztulás helyéről, vezesd országodba, ahol nincsen többé már gyász, halál, sem fájdalom, hanem csak örökké tartó öröm és boldogság. Minket pedig, akik ma megholtjainkra emlékezünk, vezess az igaz élet útján, és erősíts kegyelmeddel, hogy hitünk szerint éljünk. Add, hogy amikor elérkezik majd földi életünk utolsó órája, irgalmas bíróra találjunk szent fiatban, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szertartás után pedig elmélkedjünk az élet értelméről. Este 6 órai kezdettel a Jászberényi katolikus főtemplomban misét mutattak be városunk elhunytaiért, majd ezt követően egy órán át harangszó mellett imádkoztak a hívek az elhunytak lelki üdvéért. Oh,
örömünk, Urunk Jézus, Te győzelmet arattál a halál fölött, s meggyújtottuk a feltámadás dicsőségét jelző húsvéti gyertyát és kérünk. Add meg elhunytjainknak az el nem múló élet boldogságát, az örök világosság országában, aki élsz és uralkodsz örökkön örökké. Dicsőséges egyház, a szenteknek közössége, közben járnak értünk mi a zarándok egyház, ugyancsak az ima szavaival közben járunk elmintjainkért, akik feltételezésünk szerint nem közvetlenül jutnak el Isten színe látására. Ez mind emberi elgondolás, azonban Jézus buzdít bennünket az imára, az elmintakért való imára, és minden egyéb kérésünkben. A mai alkalommal tehát elhunyt szeretteinkért imádkozunk, körülötte járó gondolataink, akik elköltöztek, akik előttünk mentek, hogy a szentmisében imádkoztuk, a béke álmát hozzák. A béke álmának alvása, emberi elképzelés, emberi gondolat, ők már készen létben vannak, hiszen kilépnek az időből, de mi a zarándok egyház csak ezt tudjuk tenni, imádkozunk értünk, minél erőbb jó Isten színe látására is. Dr. Medvegy János apátúr mesélt a Mindenszentek nap történetéről, kialakulásáról, erről a csak a katolikus vallásra jellemző szokásrendszerről. Mai nap Mindenszentek ünnepe van. Kezdetek kezdetén, a keresztény üldözések idején sokan haltak vértanú halált a kereszténységért, és olyan nagy számban voltak ők, hogy már szinte a naptár, a 365 nap nem tudta őket befogadni, és ezért gondolták már 4.-5. századtól, hogy ki jelölnek egy napot, amikor az összes szenteket ünnepeljük. Hogy ez a régi hagyományt üljük meg most, és azóta is, hogy telnek el az évszázadok, elgondolhatjuk, mennyien csatlakoztak ehhez a sereghez, akik életüket adták, akik olyan kiváló módon követték Krisztust,
hogy biztos szentekké lettek. Tehát rájuk gondolunk, és ez az egyháznak is a logikája, hogy ezt az örömöt tárja elénk, amit a szentek elértek, akik az Istennél vannak, akik elérték életük célját, hiszen mi keresztények így valljuk, a Jóisten saját képére, hasonlatosságára teremtett bennünket. Tehát az igazi célunk ő maga, amit kinyilatkoztatott Jézus Krisztuson keresztül, hogy kitárja az ajtót, és magához, az ő életébe fogad bennünket. Azután a középkor folyamán ehhez csatlakozott a halottak napja, hiszen a három egyház, a dicsőséges, a szentek egyház, a szenvedő egyház, a tisztító tűzben, ugye ez a középkori elképzelés fogalom, ott szenvedőkért imádkozunk, és mi vagyunk a zarándok egyház, akik kérjük a szentek közben járását, de ugyanakkor mi is már tudunk imádkozni az elhunytakért. Tehát középkor folyamán csatlakozott ehhez az ünnepezés, így fonódik ketté egyé, de az egyház a hitnek a logikáját tűzi ki, először a mennybe tekintett bennünket, és utána pedig ebből a betekintésből, gondolatból imádkozunk az elhunytjainkért, minél előbb ott legyenek. Így fonódik tehát egybe ez az ünnep, nem annyira látványos ez az ünnep, mint inkább bensőséges. A temetők látogatása, a gyertyagyújtás, a virágoknak a vivése, de mind a két cselekedetben, amikor a virágot helyezzük a sírra, a föltámadásnak a gondolata van ott, nem a halálé az utolsó szó, hanem a föltámadásé, vagy amikor a gyertyát meggyújtjuk, akkor a föltámadt Jézusra gondolunk, aki a világ világossága. Ha megnézünk más temetőket, mint például a zsidó temetőt, a zsidó, vagy pedig mohamedán temetőket, ilyeneket nem látunk. Ez a keresztény temetőknek a sajátossága, hogy virágdíszbe öltöznek, gyertyák égnek, ezek mind-mind a föltámadásnak reményét fejezik ki, ami a mi hitünknek tartalma. Tehát a minden szentek napja, az összes szenteket ünnepeljük, ez örömteli, amikor elhunytjainkra gondolunk, egy kis félelem, szomorúság is van a lelkünkben, de annál nagyobb bizalom, amikor imádkozunk értük, hogy ők is ott legyenek, és a titkos remény így fejeződik ki, hogy egykor majd mi is oda szeretnénk, ha segítenének bennünket a szentek, illetve elhunyt szeretteink, akik már a Jóistennél vannak, hogy ott örökké majd mindnyájan együtt legyünk az Úrral. Mielőtt innen végképp elmegyek, szeretnék elköszönni emberek. Mint rab, akinek int a szabad út, búcsút rebeg, mielőtt szabadult. Mint a madár, kit dél vár arra túl, az eresz alján még egy dalt tanul. Mit is daloljak én, szegény beteg? Mit is dadogjak néktek, emberek? Talán nem is kell még búcsúzni se, hisz észre sem vett engem senki se. Csak egy könyv voltam, aki porba hull, csak egy sóhaj, ki égbe szabadul, csak egy csók, aki hideg kőre lel, csak egy szó, kire visz hang nem felel, egy pillangó, ki csillagot keres, s elgázolja egy durva szekeret.